súlyos pénzbüntetést kapott az a civil jogi aktivista, aki áprilisban ételfestékkel dobálta meg a Terrorháza múzeum épületét. A férfinak a tárgyalás előtt egyébként ismét dolga akadt a rendőrökkel, amikor a vizes világbajnokság épülő helyszínén a ligetvédők segítségére sietett. Nehezen indult Magosányi Árpád napja. A civil aktivista a ligetvédők hívására érkezett a Városligetbe, ahol az építők épp elkerítettek egy kisebb területet, ezt szerették volna megakadályozni. Oda mentem, ott már volt egy hölgy, éppen amikor odaértem, akkor dobta az egyik biztonsági őr a lábára az egyik ilyen kerítéstámaszt, utána elkezdtem bontani a kerítést, jött a biztonsági őr, letepert, én segítségért kiabáltam, utána emberek próbáltak segíteni, végül jöttek a rendőrök. Attól tartanak, a szinkronúszó medence és a mobilelátók miatt sérülni fognak a 150 éves fák. Az aktivisták egyik vezetője szerint túlkapás történt. A ligetvédők közül több ember bántalmaztak, az operatőr kezéből kicsavarták a kamerát, az egyik ligetvédőnek a nyakát szorongatták és földre teperték. Ez elfogadhatatlan erőszakkal. A demonstrálók egy alternatív megoldást javasoltak, amellyel érintetlen maradna a terület, de a közpark egy részét végül elkerítették. Magosányi Árpádnak ma kellett bíróság elé állnia egy korábbi eset miatt. Egy hónappal ezelőtt dobálta meg ételfestékkel töltött műanyagpalackokkal a Terrorháza épületét. Ki akarta deríteni, őt is elítélik-e, mint Gulyás Mártonékat. Kihirdetem a bíróság ítéletét. Magosányi Árpád vádlott bűnös garázdaság vétségében. A bíróság a vádlottat 720 000 forint pénzbüntetésre ítélte, nem jogerősen. Ebben a bírósági döntésben is az volt a legfölháborítóbb, hogy a szólásszabadságot, mint szempontot abszolút nem vette figyelembe a bíró. Magosányi Árpád egészen a strasbourgi bíróságig hajlandó elmenni, hogy bebizonyítsa igazát. A tárgyalás után be kellett mennie a rendőrségre, hogy a Városligetben történtekkel kapcsolatban felvegyék tanúvallomását.